Jártás Robert. Ünnepi talárban név szerint vehették át diplomájukat a Neumann János Egyetem végzősei. A szolnoki gazdálkodási karona 2017-2018-as tanévben csaknem 150 diák tett sikeres záróvizsgát. A végzős hallgatókat dr. Eiler Piroska rektor köszöntötte. Beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy diplomájuk jövőjük első igazi befektetése, egy lehetőség. Azonban, hogy jól hasznosítják-e a megszerzett tudást, már rajtuk múlik. Jelent, mi magunknak kell formálnunk, nekünk kell tudatosan alakítanunk, szeretettel, bölcsességgel és felelősséggel, mert így élhetünk sikeres és tartalmas életet. Az egyetem diákjai évről évre jobban teljesítenek Szolnokon és Kecskeméten is, mondta a kancellár. Kancellárként a feladatköreim nem fonódnak szervesen össze az önök mindennapjaival, de a hallgatói rendezvények, versenyek, pályázati sikerek díjkiosztók alkalmával mindig örömmel tapasztalom, hogy egyetemünk milyen sok értékes, tehetséges, sokoldalú hallgatót oktathat. A szolnoki gazdálkodási kar egyre nagyobb népszerűségnek örvend, többen tervezik, hogy visszajönnek az intézménybe. Van, aki első diplomáját vehette ma a kezébe, többen azonban második, harmadik oklevelüket kapták meg. Régebben kezdtem ezt az iskolát, mi szolnoki főiskolaként, és kellemes csalódás volt, mikor visszatértem ebben az intézményben, és én láttam, hogy milyen nagy fejlődésen ment keresztül. Nagyon tetszik, hogy itt a Tiszaligetbe került ki ez az oktatási intézmény, és így minden területen szerintem megtalálja mindenki az elvárt igényeket, és egy nagyon, tehát ez egy olyan felsőfokú intézmény lehet, akit bárkinek fogunk tudni ajánlani. Budapestre jártam ugye szakközépiskolába, meg felsőfokú képzésre, és mindenféleképpen vidéki iskolát szerettem volna, Szolnokban nagyon beleszerettem, unokatestvérem járt ide, és a logisztika érdekelte, a kereskedelmi részen, közgazdaságtan és logisztika is, azért választottam ezt. A kecskeméti karokon összesen 445 hallgató tett sikeres záróvizsgát, diplomátadójukat holnap rendezik meg.